Az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum 2021-2022-es tanévének első fél évéről kérdeztük Tóth Gabriellát, a gimnázium igazgatóját. Lezárult a 2021-22-es tanév első fél éve a Kisteleki Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikumban. Erről kérdezzük az igazgatót, Tóth Gabriellát. Köszöntöm Önt, hogyan is zárult az első fél év a gimnáziumban? Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök mindenkit. Lezártuk az első fél évet. Nagyon örülünk annak, hogy úgy zárhattuk, hogy folyamatos volt az iskolába járás a tanulóknak. Nyilván voltak nehezebb időszakok, nagyon sok hiányzóval, akár pedagógusok, akár diákok terén, de azt gondolom, hogy jól abszolváltuk ezt az első fél évet. Tanulmányi eredményeiket tekintve tudtunk javítani az előző tanévhez képest. Van az iskoláknak majdnem 20% a tanulók közül, aki 4,5 vagy a fölötti tanulmányi eredményt ért el. Ugye 5 kitűnő tanulónk is van. Az iskolai átlagban is egy kb. 5-tizedes javulást elértünk, úgyhogy azt gondolom, hogy eredményes is volt ez a fél év. Nyilván azért látszik, hogy az iskolába járás azért jobban hat a tanulmányi teljesítményre vagy eredményekre. Úgyhogy nyilván sajnos vannak bukások, és ilyenkor fél évkor azt kell mondanom, hogy értelemszerűen egy kicsit szigorúbbak vagyunk a diákokkal szemben, próbáljuk őket arra motiválni, vagy jelzést adni, hogy akkor valahogy másképp kellene, vagy egy kicsit jobban kellene tanulni, és akkor évvégére kiszoktak ezek nagyjából javulni, vagy meg szoktak javulni ezek az eredmények. Nyilván kiosztásra kerültek a félévi bizonyítványok, meg fogjuk tartani hamarosan a félévi értekezletet is, ahol majd átbeszéljük, elemezzük az elért eredményeket, meg beszéljük az első félévnek a történéseit, meglátjuk, hogy a tanév elején elkészített munkatervhez képest mit sikerült az első félév során megvalósítani, mi az, ami esetleg elmaradt, de még tudjuk pótolni, vagy nyilván mindig adottak olyan dolgok, amelyekkel eltértünk, de azt gondolom, hogy eredményes volt ez az első fél év itt a középiskolában. Mik várhatóak a második fél évben? Következik lassan az érettségi, és hogy rendezvények például lesznek-e, vagy vannak-e terben itt a gimnáziumban? Igen, a február az egy nagyon mozgalmas hónap, alig, hogy lezártuk az első fél évet, rendezvények tekintetében, illetőleg a tanulmányi munka tekintetében is. Február 15-e egy olyan dátum itt mindig a középiskola életében, ami egyrészt iskolai berkeken belül is fontos, hiszen az érettségire való jelentkezésnek a határideje ez, illetőleg a felsőoktatásba való jelentkezési határidő is. Természetesen az érettségre való jelentkezést azt mi intézzük teljes mértékben, de nagy segítséget tudunk nyújtani a diákoknak a továbbtanulási papírjaik, illetve felületek kitöltésében is, illetőleg pályaválasztási tanácsadó segítséget is tudunk igénybe venni, vagy ő is tud nekik segíteni, akár olyan tekintetben, hogy mi lenne a megfelelő szak, aki még esetleg bizonytalan, vagy ha már ezt sikerült kiválasztani, akkor oda milyen feltételek, milyen dokumentumok kellenek. Nyilván mivel ez a határidő egybeesik, azért így valahogy párhuzamosan kell ezeket végezni. Itt az is hosszú évekre visszanyúló hagyomány, hogy nem csak a 12-esek jelentkeznek érettségére, hiszen nekik azért valamilyen szinten kötelező, hanem ugye lehetőségük van előrehozott érettségi vizsgát tenni a 11-eseknek, és úgy látom, hogy évről évre egyre nagyobb kedvel teszik ezt meg. Most is szinte majdnem az összes 11-es, 12-es tanulónk idegen nyelvből, vagy informatikából, vagy éppen földrajzból megpróbálkozik. Ez nagyon jó dolog, mert egyrészt szerez egy kis vizsgarutint, másrészt megkönnyíti a terhein, tehát 12-ben már nem mindegy, hogy nem 5-ből, hanem esetleg csak 4 vagy 3 tárgyból kell majd érettségi vizsgát tenni. A rendezvényeinket illetően pedig a szalagtűző rendezvényt nagyon szeretnénk megtartani. Ugye az idei évben volt egy
olyan fajta tervünk, hogy őszre át szerettük volna tenni, hiszen nagyon kiismerhetetlen ez a járványhelyzet, ami már itt a harmadik tanévet húzza, a harmadik tanévünknek a számításait húzza keresztül sok esetben, úgyhogy novemberre terveztük, de pont az az időszak volt, amikor a 12-esek, akár a diákokat, akár az osztályfőnöküket érintve leginkább akadályoztatva voltak abban, hogy ezt a rendezvényt meg tudjuk tartani, tehát nagyon nagy csúcspontján járt akkor a járvány itt Kisteleken is. Úgyhogy visszatértünk az eredeti terveinkhez, hiszen azért mi februárban szoktuk ezt megtartani. Hát még van 3 hét, ugye február 18-a a következő időpont. Nagyon bízom benne. Most ugyan a 11-esek, akik a műsort adják, karanténban van egy részük, de talán azt gondolom, hogy meg az előrejelzések is azt mutatják, hogy egy kicsit talán a vírushelyzet már addigra lefutó ágába kerül, és akkor nagy tömegei érintve, vagy nagy tömegeket tekintve azért meg tudjuk tartani. Nyilván a tömeget nem arra értem, hogy majd a zsúfolásig megtöltjük a sportcsarnokot, hanem hogy azért többségében az érintettek és résztvevők azért el fognak tudni jönni. Tavaly nagyon sajnálom, hogy erre nem kerülhetett sor semmilyen ünnepélyes alkalommal, csak egy ilyen kis házi belső udvarén tartott ünnepségünk volt ezzel kapcsolatban, mert nagyon nagy élmény a diákoknak ez, úgyhogy most igyekszünk azt az ünnepélyességét a műsorral, a szalagtűzéssel, nyitott táncokkal együtt megtartani, ami igazán az érdemi része ennek a rendezvénynek. Mást közeljövőben nem tervezünk, hiszen még a ballagás egy kicsit arrébb van, mi szeretnénk, hogyha azért sikerülne ezt a rendezvényt megtartani úgy, ahogy mi szeretnénk. A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2021-es évéről kérdeztük Rácz Zoltánné Bukor Anitát. A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2021-es évéről kérdezzük Rácz Zoltánné Bukor Anitát, a központ vezetőjét. Köszöntelek, mik is történtek ebben az évben? A 2021-ben azt gondolom, hogy igen, mozgalmas évet zárhattunk. Eltelt több mint egy év, hogy átvettem az intézmény vezetését. Azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon jó csapattal tudok együtt dolgozni, és az is volt a célom ebben az évben, hogy ezt a csapatot még inkább összekovácsoljam. Úgyhogy sok-sok csapatépítő foglalkozáson, megbeszélésen vettünk részt közösen a kollégákkal. Én is szerettem volna minél inkább megismerni őket, illetve hogy ők is megismerhessenek engem. Az volt a célom, hogy tényleg egy olyan intézményben jöhessen be mindenki dolgozni, ahol amellett, hogy egy nehéz feladatot végzünk, hiszen a szociális ellátás és ez a segítő szakma azért nem egy egyszerű feladat, de mégis örömmel és jó kedvel tudjon mindenki itt dolgozni. A 21-es évnek volt két nagyon pozitív hozománya. Az egyik, hogy sikerült a támogató szolgálat autóját egy új autóra lecserélnünk. A támautó pályázat keretében egy Ford Transit gépjármű került beszerzésre, aminek az engedélyezési folyamatának most már a végénél tartunk, úgyhogy hamarosan már ezzel az új autóval tudjuk szállítani azokat a fogyatékkal élő gyerekeket, illetve felnőtteket, akik a támogató szolgálat gondozásában vannak, illetve decemberben kaptuk a hírt, hogy a gyermekjóléti szolgálat által beadott pályázat keretén belül számítógépek beszerzésére is sor fog tudni kerülni. Itt már most már tényleg a támogatási szerződés megkötésre került, és most már csak a beszerzésre várunk. Milyen programok voltak ebben az évben az idősek számára? Mikkel is készültetek? Ahogy nyitott az ország, mi is nyitottunk ezzel párhuzamosan, úgyhogy a nyáron a Gyermekjóléti Központ által szervezett nyári táborok,
nem csak a könyvtár udvarában, hanem itt a Tisza utcán is ide is látogattak a gyerekek, közösen tudtak programokon részt venni az időseinkkel, próbáltuk a generációk közti átmenetet ezzel is erősíteni. A gyerekek is nagyon élvezték, illetve az idősek is. Tánccal is készültek az időseknek, volt közös kézműves foglalkozás, tehát az időseink nagyon-nagyon örültek ennek. Az ősz folyamán elhívtuk a Szivárvány óvoda a nagy csoportját, akik egy kis szüreti mulatsággal lepték meg az itt élő időseinket. Ennek is nagyon-nagyon örültek, és könnyes szemmel nézték a kis óvodásokat. Természetesen az átmeneti otthonban lakóknál mindig arra törekszünk, hogy az aktuális ünnep kapcsán ők is mindig részesüljenek valami kis pozitív megerősítésben és valami kis plusz élményben, úgyhogy így legyen szó az anyák napjáról, legyen szó a húsvéti készülődésről, aztán természetesen az őszi mulatságok vagy a karácsonyi készülődésnél a mentálhigiénés csoport mindig arra törekedett, hogy tényleg új szint tudjon az idősek mindennapjaiba belopni, és azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült, mert tényleg szívesen vesznek részt ezeken a plusz kis foglalkozásokon, meg hát nagy öröm számukra, hiszen az itt dolgozók és mi vagyunk a családjaik. Erre az évre milyen tervek vannak itt a központ életében? Nyilván az a célunk, hogyha lesznek újabb pályázati lehetőségek, akkor azon részt tudjunk venni. Mindig vannak olyan területek, amin fejleszteni lehet, és szerintem ez is a cél, hogy mindig minél jobbat próbáljunk hozni, mind az itt dolgozóknak, mind az itt élőknek. Szeretném, hogyha akár továbbképzések kapcsán is lehetőséget tudnánk adni majd a dolgozóknak, akár közös kirándulásokon tudnánk részt venni. Tehát mindenképpen egy kicsit a mentális feltöltődés is a szakmai feltöltődéssel párhuzamosan tudjon működni. A Magyar Kultúra Napjáról kérdeztük Jenei Norbertet. A Magyar Kultúra Napja alkalmában vendégünk Jenei Norbert, irodalomtanár és hitoktató. Köszöntelek! Mit is tudhatunk így a Magyar Kultúra Napjáról? Hogyan is emlékezzünk vissza erre? Köszönöm a meghívást. Ugye a Magyar Kultúra Napja az január 22-én van Magyarországon, 1985 óta tartjuk. Tulajdonképpen ez a Kölcsei himnusznak az eredeti dátumozásának az időpontja, amit 1823-ban vélegesített, és 85 óta ünnepeljük Magyarországon különböző módokon. Azt gondolom, hogy nagyon sokat változott ez az utóbbi időben, ugye 85-től kezdve a világ eleve rengeteget változott, és ezáltal a kultúra megünneplése, vagy az arra való megemlékezés is sokat átfordult az évek alatt. Mit tapasztalsz, mint irodalomtanár így a gyerekeket tanítva, hogy hogyan is változott a kultúra, és mi is érdekli jobban igazán őket? Ugye visszamennék mindig veszőparipámhoz oda, hogy az elejére, hogy talán a digitális kultúra annyit változtatott az egész világon, hogy ezáltal, ugye, ha csak a magyar nyelv, magyar tanár beszélünk, a magyar nyelvhez való hozzás is rengeteget átalakult a gyerekek életében. Ez a nagyon amerikanizálódás, angolosodás tulajdonképpen a kultúrában, a szövegekben, illetve minden hétköznapi dologban ez felelhető, és ezáltal én azt gondolom, hogy a magyar nyelvtől való kicsit eltávolodás jellemzi a mai fiatalságot. Ugye csak fontos a magyar kultúra megtartása, fönntartása, megőrzése. Mit gondolsz, hogy hogyan is lehetne erre törekedni, mik lehetnek azok, amivel tudjuk őrizni a magyarságot? Nagyon jó a kérdés, és régóta foglalkoztat a kérdésnek a megválaszolása. Az igazi választ nem tudnám megmondani, csak azt gondolom, hogy a mi értékeinket, a magyarságunk értékei évezetek óta, azokat meg kell őrizni, és úgy kell továbbadni a mai fiatal generációnak, hogy azt ők be tudják fogadni. És valahogy ez a legnehezebb, hogy azt a módot megtalálni, ami segítségével meg tudjuk a csatornáikat nyitni, és meg tudjuk őket úgy keresni, meg úgy megtalálni őket azokon a fórumokon, ahol ők jelen vannak, ami által a kultúrát is jobban magukba fogják tudni majd szívni. Említetted, hogy a digitalizáció teljesen átformálja így a magyar kultúrát. Mit gondolsz ezáltal is, hogyan lehetne a gyerekeknek így a kultúrát jobban bevinni az életükbe?
Abban biztos vagyok, hogy a digitalizációs eszközökhöz kéne nyúlnunk, és a több száz vagy több ezer éves magyar kultúrkincseket úgy átadni, gondolok itt néptáncokra, népzenei videókra, versekre, mesékre, bármire, ami ugye a magyar kultúrának a része, és ezeket úgy átadni a mai fiataloknak, hogy valahogy a digitális eszközökkel tudnánk kicsit közelebb kerülni hozzájuk. Hogy azt még én sem tudom teljesen, de biztos vagyok benne, hogy sokszor az is elég, hogyha az ember direkt módon megnézett velük egy ilyen videót, vagy valami egy verset, vagy egy mesét, vagy bármit, és kicsit erről lehet beszélgetni, hogy tudják azt, hogy ők magyarok, és érezzék azt, hogy igen, ez a kultúrkincs, ez a mi közös kincsünk, ez óriási gazdaságot rejt, és hogy ezeket nem szabad elhagyni. Rászoruló gyerekeknek osztott tartós élelmiszert Kurucsai Szabolcs. Őt kérdeztük a részletekről. Az Árbóc Egyesület kezdeményezésére én már negyedik éve osztott elsősorban tartós élelmiszereket a hátrányos helyzetűeknek Kurucsai Szabolcs, az Egyesület elnöke. Köszöntelek, Szabolcs. Hogy is kezdődött ez 4 évvel ezelőtt? Hogy jött az ötlet, hogy belekezdj egy ilyen? Szerintem ez abban az énben voltam, amikor én, nem előtte évben, amikor én szakácskodtam, és akkor találtam azt ki, hogy évvégén milyen lenne főzni egyet a gyerekeknek, és akkor gondoltam, hogy ha már főzőcskézünk, akkor mi lenne, hogyha adnánk is valamit a főzés mellé ajándékot, és akkor itt kerestem meg különböző helyi vállalkozókat, és még én vettem külön élelmiszert, ami akkor legtöbbet édességek voltak persze a csomagban, és főztünk is egy jót, és utána átadtam a kis ajándékcsomagokat. Volt, amikor az Erdélyiséget logójával volt a kis táska, emlékszem rá, meglogózva, vagy amikor a maci kiállításkor, akkor a macis táskákból kapták, és itt arra is emlékszem, amikor a Mikulásra egy segítségével adtuk át kint a téren, télvízitején az ajándékcsomagokat, és ebben az évben van először, amikor az élelmiszerbankon keresztül kaptam adományokat, élelmiszert, és gyűjtöttünk 3 napon keresztül egy szegedi nagyáruházba, és akkor ezt az élelmiszert, plusz még más cégektől kapott élelmiszert sikerült most szétosztanom. Hát ez klassz dolog, ez olyan 500 kiló élelmiszer, és 90, majdnem 100 gyereknek osztottam az idén élelmiszert. Ahogy említetted is, tavaly a Mikulással osztottad szét ezt az ajándékcsomagot. Idén hogy történt, és kik kaptak? Hát az idén úgy történt, hogy egy kedves jó barátom segítségével osztottuk szét az kiszatyrozott élelmiszereket. Általában olyan 5-6,5 kiló élelmiszer volt egy táskában, ami tartalmazott tartós élelmiszert és édességet. És az idén kapott élelmiszert egy szegedi barátom, gyógypedagógus, és így őneki vannak ellátottjai, kerekesszékes és látás- és mozgássérült fiatal kisgyerekek. Neki küldtem vagy 25 szatyrot, amiben csomag élelmiszer volt. Plusz elmentünk az iskolába, oda vittünk 30 szatyrot, az 30 rászorult iskolás volt. Voltunk az óvodába, oda vittünk 15 szatyrot, és voltunk még a szociális központba, ahová vittünk, oda is vittünk 20 szatyrot. Plusz még van egy nagyon jó ismerősöm, akinek elég sok gyereke van, és azt gondoltam, hogy még őnek összekezdtem egy nagy pakkot, egy 5 gyereknek való csomagot. Tehát egy majdnem 100 gyerek, aki kapott az idén. Így, hogy most már negyedik éve osztottad szét, milyen érzés, amikor hátradűhetsz, és ki van osztva a csomag? Már alapban nekem az, hogy amikor gyűjtünk, és mondod, hogy hát gyerekeknek gyűjtesz, és lehetőleg inkább csokit is hozzanak, az egy jó dolog, de nekem az pont most, múlt hétvégén a nagy banános dobozokba tároltam, és múlt hétvégén csomagoltuk ki otthon, és az már olyan jó érzés volt, amikor készített a kis táskákat, és rakott bele, és tudod azt, hogy egy gyerek fogja megkapni, ez nekem a legeslegjobb szerintem a szétcsomagolás, amikor a sok banános dobozból készítettek a 100 táskát. Tehát, amikor már kiadod, és akkor most az óvodába is húzták, mondták a gyerekek, és már nézték, hogy ez csak cukor, vagy liszt, vagy olaj, vagy tej, de mellett ott lapul benne az édesség is, hogy kapjanak valamit. És amíg különösen nagyon jó dolog, hogy minden évben először szerintem csak 10 gyereknek adtam, utána 20-30 gyereknek adtam, tavaly 40 gyereknek adtam, és most már majdnem 100 gyerek, és ezt szeretném, hogy minél több gyerek kapjon, és úgy is vagyok olyan jóban az intézményvezetőkkel, hogy én hiszem azt, hogy jó helyre kerülnek ezek a csomagok, és ha csak egy picurkával, ha csak egy mosolycsalt az arcára, már tud segíteni. Hogy bírod te ezt energiával? Hát az abból mindig van. Van, amit merítek. Meg hát átcsoportosom az erőforrás, amit, hogy dolgozom egy helyen, meg még egy helyen. Nem baj, abból mindig van. Az sose baj, csak legyen annyi ember, és mindig is hiszem azt, hogy van annyi ember vagy cég, aki szeret adni. És adni jó, kapni is jó persze, de adni is jó. És ők szívesen adják, és mindig mondták, hogy beletették a kosárba, hogy remélik, hogy jó helyre kerül. És mondtam, hogy megnyugtatom, hogy nem én fogom megenni, és nem én fogom hazavinni az 500 kiló
cuccot, hanem tényleg szétosztom gyerekek között. Még inkább ne, hogy elvennék, hanem bele is teszek. Beleteszek, hogy még több legyen. Idén ugye az iskola volt az utolsó hely, amit meglátogattál, és azt láttam, hogy az ajándékcsomagok mellett egy táskányi könyvet is szétosztottál a gyerekek közt. Hát igen, ez is már évek óta rajzpályázatot szoktam hirdetni a gyerekeknek az általános iskolába. És mindig megmondom a témát, hogy mi legyenek. Ez volt, amikor Elvisről rajzoltak, volt, amikor először rajzolnak, amit gondolnak, amikor volt egy nyári rendezvényünk, és akkor leültek, rajzolnak, és akkor utána zsűriztük, és az első három helyzet kapott rajz, valamilyen könyvet persze. Utána rajzoltuk az Elvisről, hogy jöttek jobbnál jobb képek, némelyik farkasra hasonlított, némelyik azért Elvisre, vagy némelyik mellé ott volt egy fehérbotos kis pálcika emberke, azt gondolom én lettem volna. És akkor megint csak vettem könyveket, és most azt találtam, hogy ha az alsó tagozatos 4 évfolyam közül mindenhol 3-3 könyvet szerettem szétosztani, de az iskola is adott egy pár könyvet hozzá, és így már 20, több mint 20 gyereknek tudtunk könyvet adni. És na, ez is nagyon jó dolog, és általában az alsósok, mindenki a hozzá hasonló könyveket kap. Tehát ha 6 éves volt, akkor olyan sok könyvet kapott, ha már 10, akkor persze nagyobb adnak való könyvet. És ez is nagyon jó dolog, már olyan úgy szeretem beleírni, aláírni, hogy akkor kapják tőlem, és olvassák sok szeretettel, és ösztönző szerintem az, hogy akkor most az idén az elfogadást kellett rajzolni. És az lehetett az, hogy átkísérte a gyerek átkelően egy látássérültet, az is elfogadás, segítségnyújtás, de az is lehetett, hogy mondjuk összekerebézzük anyával, apával a leveleket, az is segítségnyújtás. Hogy kell elképzelni, hogy működik ilyen esetben a zsűrizés, a képeknek a zsűrizése? Mondom azért, hogy nem látok. Általában el szoktam vinni Gödöllőre, Melindának, a feleségemnek az anyukája, az nagyon klasszul rajzol, ilyen híres babakészítő, ezt már úgy is tudja mindenki, én is a nézők legalább, és vele szoktam zsűriztetni, és akkor nekem erre narrálják, hogy na most ezen a képen ez egyszerű, vagy csak félig van kész, ezt rakjuk külön, hú, ez nagyon szép, és elmesél a kép tartalmát, és akkor együtt eldöntjük, hogy hú, legyen ez az első helyzet, ez a második helyzet, és akkor sok mindent beletesz, meséli azt, hogy ez nagyon színes, ez nagyon kreatív, ez több mindent ábrázol, hogy nem csak az, hogy ránézünk, és akkor hú, hát ez úgy nagyjából jó, vagy félig jó, vagy teljesen jó, hanem szerintem sokkal több szemszögből nézi, mint az átlagember, és akkor itt segít nekem zsűrizni, és akkor kész. De egyébként mindenkinek adni jó. És hogy érzed, hogy sikerültek az idei képek? No, nagyon jó, nagyon kreatívak. Ez nagyon jól sikerült, jobban, mint a tavalyi képek, mert hogy nagyon, nagyon kreatívak voltak a gyerekek, és sokféle rajzoltak. Tényleg a falevélgerebélyezés, érdekes volt az, hogy a segítségnyújtás kinek mit jelent. És a gyerekek milyen őszinték, milyen abszolút nem burkolóznak, és tényleg valakinek az mit jelentett, hogy az autó alá kell mászni, kicsérni a kereket, az is segítségnyújtás, vagy egy néni rád kísérni a gyalog átkelni, az is segítségnyújtás, vagy egy kutyust megmenteni, mert volt egy olyan rajz, hogy rajzott egy kutyust, és akkor hazaviszi az állatmenhelyből, és majd ő felneveli. Kinek mit jelent a segítségnyújtás? És gyerekek, hát fantasztikusak, és jó volt. A témaválasztás így ilyenkor, amikor kiosztottad az ajándékokat, körvonalazódik már a jövő évi témának, hogy mi is lesz? Ja, most a feleségem segített ebbe, ő dobta ezt a segítségnyújtást, általában ő szoktam megkérdezni, de ez most annyira kreatív volt, és annyira sok mindenre gondoltam, most vettem ezt észre, hogy a jövőre is ezt szeretném, hogy a segít. Hát valahogy kicsit hozzám kötődő, de nem mindig elviszrajzolják mellé.